én most készítem. Belépő. Júj. A kedvenc belépőm. Köszönöm. Ó, az már egészen más, mint amikor voltam. Szépen, nem. Szépen, oda. Nem ilyen. Nem ilyen. Nem ilyen. Nem túl nagy? Nem jó, jó. Jó, hogy te másról van ez? Nagyon kártya, jól légy. Ma lett kész az előszoba? Ja, és akkor ez lett most a hivatalos bejárat? Igen. Mert hogy múltkor onnan jártunk még be. Igen. És ez lett a nappali. Ó, de jó az a izé, nem is emlékeztem rá. A redőny leszakadt. Nem tudjuk felhúzni. Még ilyen stukkó is van a fal. Még kicsit dobozok majd azok könyvek, ahhoz ide kéne egy polcrendszer, ami... Nem. Ki van itt? Csokolom, szép napot kívánok! Csokolom! Fölveszem ezt a szép új szobát. Ó, hát ez nagyon tágas. Hogy tetszik lenni? Köszönöm szépen, jól van. Jó itt lenni? Jó. Még egy kicsit szokatlan, de égés föld a kettő az előzőhöz képest. Van egy kis vizet. Jó. Nem merek bemenni. Szerdán megy a tesztre. Hivatalban megy. És akkor nem kapsz fizetést, ha vírusos? Itt van a lejárat a kínzéna. Hol? De ezt nincs. Nem használjuk. De... Mati! Nem is üdi bőti. Tízes blokk. Hát ez alapvetően vendégszobás. Milyen drágas nagy. Igen. Illetve hát még nincs benne radiátor, de ott mennek a csövek, és akkor azt így meg lehet oldani. Mire csak egy följárat van, nem tudsz eltérődni. Most az ajtó hova visz? Azt is érdemes megnézni, azt én nagyon szeretem. Kérlek szépen egy ilyen padlástér. Ide is lehet rejtegetni dolgokat. Gyere, gyere be, nézd meg, hogy mekkora. Azt a mindig. Uh-huh. Ott van a végén. Ez jó nagy. Tényleg. Azt a ez az itteni gyerekágya lesz a gyereknek? Aha, igen, ezt itt hagyták nekünk direkt ezért. Aha. A csaj azt mondta, hogy itt hagyja nekünk, csak így. Hát ez meg a babakocsi, de ez az ülőkocsi része, tudod. Még majd később. Cserélj, kifordod a dolgokat. Na ez a mi hálós szobánk. Kicsit tágasabb, mint a másikon. Igen. Itt mondtam, hogy a másikban benne volt az ágy, meg egy szekrény, az kész. Még itt az ajtón meg is mondtam. Aztán annyi. Ez a hálószoba. Hát kirajzolta azt a szépet? Azt a Fanni. Ez a körúti hajnal. Kimövesnek a
Ránézek a szobára, szia! Jó, szia, és megyünk már is. Jó, ne fejezzétek be. Mindjárt, szia! Szia! Megnézzük a szobára. Deklar, nagyon szuper. És van neki erkély. Szuper. Jó, igen, igen. De ez a szoba is tárgyasabb, mint az övé volt. Igen. Hát az övé az elég nagy volt. De ott, de ettől, hogy mindenhol ilyen magasak a falak, tehát hogy nem a tetőtér, igen, ettől igen. Olyan nagyobbnak tűnik. És még van egy padlás is, de én még ott nem voltam. Még nem is jár vele a padláson? Nem, nem jár a padláson. Ahol a Feri is csak... Hol lehet? A Feri is csak akkor volt a padláson, amikor szerelték a tévét. Jó, itt van egy ilyen hapőjára, tehát igazából Csúlyom meg magad a szegyerű. Akkor ezek szerint még nem pakoltatok semmit. Nem. Itt a leglátványosabb például. Itt látszik, látod a kép, a régi képnek a helye. Tehát ott azért látszik, hogy nem annyira tiszta, de egyébként nem rosszos. Nem tudom, már nézek, hogy néz ki a levele. Hogy működik? Hála Istennek. Szia, szia, halló, halló! Még mutassuk meg a pincét is. Igen, és néznek, hogy ez a hátja. Igen, igen, itt az előtt bemeltem az előtt. És akkor itt meg az a tervecske, hogy mivel itt van ilyen nyári konyhaszerű, hogy ez a részleg így a zsuzsájé, így mondjuk a terék, és az meg a felé az a műhely lesz majd ott. A hűtő az ide kerül, meg itt. Ilyen konyhaszekrénykék. Tehát, hogy ilyen, az jó, mert tudod ide a nyári konyha, akkor itt kint vagyunk, itt bent vagyunk, kint vagyunk, bent vagyunk, itt. Ez az fő attrakció. Tényleg. Ez a kis karcsú pincén. Ez így, és akkor amit ez az egyik fele. És akkor ugyanez van még egyszer. És itt tök ki volt pakolt, tehát nulla volt itt. Ez mind mi vagyunk, amit itt látsz. Igen. Nulla volt. Tehát ők nullára pakolták ezt ki. Én nem is értem, hogy Kályha volt itt azért. Hát ez, tehát a kazán az itt volt, de semmi más nem volt itt. És képzeld ekkora is, minden ilyen klassz felmagasságban, meg minden. Úgyhogy ide, hát rengeteg tervem van már, hogy akkor meg mit akarok. Stúdiót. Ez azért nagyon-nagyon-nagyon sokat hogy van. Nagyon bizony. Mi lakjuk teljesen fele. Ez egy följárat, ahol a lépcső fölfelé, lefelé is van egy lépcső. És hát tudod, mi még a zseniális az egészben, hogy a padlószint, ugye az első szinten, az egy méterrel magasabban van, mint a föld.
szintje, és ezért tudnak lenni ablakok végig. Tehát, hogy nem egy, nem úgy, nem pincébe úgy vagy lent, hanem normális ablakai vannak gyakorlatilag. Igen. Tehát ilyen helyen sima, tehát ilyen lakás, meg... Olyan, vagy belvárosban sim, ilyenben vannak lakások. Tehát ilyen, igen, így vannak az ablakai. Valami jó. Mert az azért nagyon sokat számít, hogy hogy ablakod van a világban, és nem tudom. Ezzel nem tudom pontosan, mi volt a tervük, hogy két falacskát, hogy valami lejövi, és akkor nem tudom. Vagy marad, vagy nem, ez mindegy is. Igen, hát ez látszik, hogy ez csak úgy van. Hát ez úgy van, látod, hát itt megy a gerenda, tehát ez csak egy ilyen közfaj. Hát mind, hát alapból nem tudom még. Olyasmi, hogy talán ez lenne stúdió, akkor talán ide egy vizet. Milyen a fiatal, ez mi? Na pont ilyen. Pont úr akkor is ki jön. Ez jó lesz? Van kisebb is, de gondoltam, hogy egy pirítok. Szénsavmentes, cukormentes, kólamentes kóla. Kólamentes kóla. Csodálkoztam is, hogy én miért vagyok kihagyva az ünnepeltek sorából. Pénzettél. Hiszen semmi okom nincs rá. Jön a szarvasbőgés, hogy mi az út? Egy nagy szarvasbőgés jött szembe. És biciklivel mennyi idő átérni? Feri bácsánk 15.
Akkor nekem 30-as. Mondd, hogy hány kiló. Jó, mert tartom egy. 80. Kirok róla tudósításra. Jó újság. Házik is műt. Réko. Hello. Hello. Répika, nem izol valami? Jó. Miért van még órád? Hát akkor... Akkor csapassunk. Csapassunk, köcsém, már mi lesz velünk? Hogy lehessen vinni. Jó, mi? Ennek közben meregítek ezen. Mondjuk. Jó, ennek meregítek. Na, azért nagyon megmondom. Ezt szerintem elkészít volna. Gondolj bele, hogy így meg lett valami. Ez nagyon jó. Te vagy tovább, hogy egy kis